Nem mindennapos, hogy egy, a cég portfóliójába az ingatlan közvetítést is felvevő vállalkozás rajzpályázatot hirdet. A Karcagi Válház Kft. Azonban belevágott ebbe a rendhagyó projektbe. Első, másodikos és harmadik, negyedikes gyerekektől kérte a pályázat kiírója, hogy rajzolják meg álmaik otthonát. Van olyan rajz, amelyiken egyértelműen látszik, és meglepő volt, hogy energiatakarékos házat próbál a gyermek lerajzolni. Ez az ő korosztályukban elég meglepő. Aztán van, akinél a háttér a barna szín, a háza a zöld színű, van, akinek volt egy felhajtós része, és a háza alján, hogyha felhajtottuk, akkor alatta volt a garázs egy hatalmas helikopterrel. Tehát rengeteg jó ötlet és rajz született, nagyon változatos. Kertes házat rajzolnak a gyerekek, tehát az senkinek nem jutott eszébe, hogy az álmai háza, az mondjuk nem is lehet lakás, de hogy esetleg mondjuk lakásba szeretne lakni. Az augusztusban meghirdetett pályázat határideje szeptember végén járt le, a beérkező pályamunkák pedig az ingatlan iroda falát díszítik. Olyan üdítő, színes és kreatív képeket hoztatok be, illetve küldtetek be, hogy csak ámultam-bámultam. Volt, amelyik, nem akarom úgy kiemelni, mert nem akarom lelőni a poént, de volt, amelyik kifejezetten kiemelkedő volt, érdekes, vegyes technikával készült, az kifejezetten tetszett, nekem sem jutott volna eszembe azt használni. Az eredeti elképzelések szerint mindkét korcsoportban a legjobb három pályamű érdemelt volna díjazást, ezen felül pedig egy külön díjat, illetve közönségdíjat adott volna át a kiíró. Ám mivel a beérkezett rajzok olyan kreatívak, egyediek voltak, így minden gyermeket díjaztak.